Iszka-Szentgyörgyön első alkalommal az elmúlt évben hagyományteremtő szándékkal indult útjára egy helyi fiatalokból álló csapat, az Iszka-Szentgyörgyi Közművelődési és Szabadidősport Egyesület szervezésében az a kortárs zenei program, amelynek helyszíne az egykori kőfejtőből lett kőszínház volt. A sikerre tekintettel az idei évben is várják a vendégeket. Az egyik az még a gimis zenekarral voltunk egy hasonló mini, még kisebb fesztiválon Kissomjón, és nagyon megfogott minket ez a családi légkör, az, hogy egy összetartó közösség dolgozik ennek a megvalósításán, és igazából egymás örömére muzsikálnak. A másik pedig még így 2019-ben merült fel Woodstocknak az 50. évfordulója alkalmából, hogy hát ha már fesztivál, akkor fesztivál, és hogy szervezzünk mi is valami hasonlót, persze a erőforrásokhoz tekintetően kisebb léptékben, ez akkor igazából itt gondolat formán megmaradt, és egy pár évvel később sikerült a tettek mezejére lépnünk a helyi önkormányzattal, az egyesülettel karöltve, sikerült így tavaly első évben megvalósítani. A Mini Woodstock szervezői idén sem bíznak semmit a véletlenre, ideje korán megkezdték a találkozó szervezését, így már biztos, hogy idén is kivételes élményben lehet részük azoknak a zenebarátoknak, akik a Szentgyörgyi Kőleves Fesztivált választják kikapcsolódásul. Elsősorban egy zenei fesztiválról van szó, tehát koncertekkel készülünk, ez kiegészül gyerekeknek külön foglalkozással, hiszen célunk az, hogy így nagycsaládos emberek is el tudjanak látogatni, és igazából igyekszünk minden korosztálynak megfelelő programmal készülni. Tervben van a jövőben egyéb résztvevőknek a bevonása, egyenlőre ott tartunk, hogy ilyen 5-6 fellépővel készülünk, tehát egy ilyen délutáni esti hajnalban még lehet, hogy táncház egyéb bulizás lesz utána. A fesztivál fellépőinek komoly kötődése van a népzenéhez is, a vendéglátó zenekar mellett így fellép a Puszták Népe Front zenekar és a Hungarikum együttes is. A találkozóra ez évben augusztus 24-én várják a zenebarátokat az Iszka-Szentgyörgyi Kőszínházban.